Az EVB talán első igazán szuperrangadója következik, köszöntök mindenkit. Portugália, Franciaország, tavaly az EB-n a csoportkörben játszottak 2-2-t, 2016-ban ugye 1-0-ra Portugália nyert hosszabbítás után egy Európa-bajnoki döntőt a franciákkal szemben. Hát most itt az EVB 8-a döntőjében csapnak össze egymással, a franciák ugye csoport másodikok lettek Peru mögött meglepetésre, két döntetlen és egy győzelem volt a franciák mérlege. A portugáloké pedig 3 győzelem, többek között Angliát is legyőzték a csoportban Dél-Korea és Svájc mellett. Úgyhogy hiába a franciák talán az esélyesek, formát tekintve a portugálok azok, úgyhogy nagyon jó kis meccsre számíthatunk, jöjjenek a himnuszok. Nézzük akkor először a két csapat kezdőjét, ami a portugálokat illeti, a kapuban Rui Patricio természetesen. Ami a védelmet illeti, ott lesz majd Guerreiro, Dias Pereira, illetve Cancelo. A középpályán természetesen Bruno Fernandes, Sergio Oliveira, illetve Danilo Pereira, ugye Oliveirának már van gólja, illetve Jota Ronaldo és Pedro Gonçalves alkotja ezúttal a támadó hármas. Gonçalves bekerült a kezdőbe, meglátjuk, hogy a Sporting fiatalja milyen teljesítmény nyújt ma. Ronaldóra hívnám még fel a figyelmet, Anglia ellen lőtt egy gólt, aztán ugye a Dél-Kóre elleni 3-2-es sikernél egy mesterhármassal vette ki a részét, és Svájc ellen úgy szintén lőtt egyet, akkor az győztes gól volt, úgyhogy Ronaldo 5 gólos, és egyelőre 9 pontot értek a góljai. Loris a francia kapuban, a védelemben majd Pavard, Kimpembe, Varane, illetve Lucas Hernández kezdenek majd. Ami a középpályát illeti, Griezmann megint kezd Pogba és Kanté mellett, elől pedig majd az Mbappé, Benzema, Dembélé 3-as. Ugye a franciák 2-0-ra legyőzték a dánokat, aztán 3-3-at játszottak Nigériával, 2-2-t Perúval, úgyhogy gólokban azért nincs hiány francia oldalon, a győzelmek azonban az utóbbi meccseken elmaradtak. Meglátjuk, ma Portugália ellen összejön egy bravúr győzelem, tétát a negyed döntő. Ugye a mai napon Argentína kiejtette Kolumbiát, ezzel eldőlt, hogy amelyik csapat tovább jut, az majd Argentínával meccsel a negyed döntőben, akár egy Messi Ronaldo csata is összejöhet, vagy megismétlethet a 2018-as Argentin-Francia, csak most a negyed döntőben, hogy biztosan egy remek negyed döntő lesz majd. De hát ez egy remek nyolcad döntő eleve, a párosítás nézve, hogy élvezzük most ezt. Gonçalvest szereli Pavard, és már passzol Kimpembe, jelző meg hátra Lorishoz. Az biztos, hogy lesz egy nagy csapat, amely kiesik ezen az EVB-n a nyolcad döntőben. Német, brazil és angol, belga rangadókat is rendeznek, de hát az első ilyen komoly rangadó az a portugál-francia. Cancelo szerez labdát és adhatja be a labdát, aztán Ronaldo! Ronaldo gól! Vezet Portugália! Loris erre a labdára nagyon rosszul jött. Hát ez már úgy nézett ki, simán Lorisé lesz, de nem. Ronaldo ismét gólt szerez, a negyedik meccsén talál be zsinórban, és ez a hatodik gólja. Itt Cancelo beadja. Ez veszélytelen, mert lefejeli, kijön Loris, és Ronaldo lefejeli Kimpembét, Loris rosszul jön, remekül ismeri fel a helyzetet, és az első helyzetéből Portugália gólt szerez. Bomba meglepetés, Ronaldo, mert hát az, hogy ebből gól lett, Ronaldo a 10. percben már beveszi a franciák kapuját, 1-0. Peru ellen is volt hátrányban Franciaország, Nigéria ellen 2-0-ás hátrányban is volt, most Portugália ellen is hátrányba kerülnek a franciák. Bruno Fernandes. Gonçalves indulott, Pavard rajta, Gonçalves már a 16-oson belül, Gonçalves gurítja be Kimpembe, és Loris végül. Hát, jobban nem is kezdhetne Portugália. Egy Ronaldón kívül Oliveira lőtt gólt ő Svájcnak, Cancelo pedig ugye Anglia ellen volt eredményes, ezért az is egy nagy győzelem volt az angolokat legyőzni. Bruno Fernandes messziről, Kimpembében elakad Mbappé. Tényleg, hogy a franciáknál is a dánokat megverni nagy fegyvertény volt, de hát ugye a dánok végeztek végül a csoport utolsó helyén. Miután Perútól kikaptak, Nigériával meg döntetlen játszottak. Dembélé. Dembélé be tudja küldeni középre, ott a helyzet! Ezt most kiüti Rui Patricio, az első francia lehetőség. Pogba! Pogba lő, ez pedig Ricardo Pereiráról jön le. Bruno Fernandes. Remek passz Ronaldónak, Ronaldo indítja ott Zsotát, Zsotának azonban rövid lesz Hernández. Diogo Jota ugye még nem szerzett gólt ezen az E-világ bajnokságon, meglátjuk, ma összejön-e neki vajon. Griezmann,
ő sem szerzett még gólt, ez kissé meglepetés. Dembélé középen Benzema, Dembélé nem tudja beadni jól, egyébként Dembélé sem szerzett gólt, csak úgy hozzáteszem, ugye Mbappé lőtt 2-t, Benny Edder is betalált, ő Peru ellen, Benzema 3 gólos, Nigéria ellen dupla, Peru ellen 1 gól, és még Nkunku szerzett egyet, ő Dáni ellen egy remek gólt, Varane fejjel közben fölé. Ők a francia gólok szerzői. Hát a francia gólokkal nem voltak azért adósak. 7 gólt lőttek a 3 meccsen, 3-at Nigériának, 2-2-t Perunak és Dániának. Bruno Fernandes. Tény, hogy ebből csak egy meccset tudtak megnyerni. Hát a nigériaiaktól 3-at kaptak, Perutól meg 2-t, a dánok ellen sikerült Lorisnak lehozni, kapott gól nélkül még a nyitó meccset. Griezmann. És 5 ponttal végeztek a csoport második helyén, Peru ugye megelőzte őket 7 ponttal. Peru majd ugye 2 nap múlva játszik Japán ellen. Jön a beadás, ott a lövés Griezmanntól! Rui Patricio pedig először véd a meccsen. Ki sem jött róla a labda, de ez nagy helyzet volt. Griezmann az első nagy francia helyzet kialakítója. Pogba laposan középre. Dias. Cancelo. Pereira fejelte le neki. Bruno Fernandes. Most már a másik Pereira. Danilo Pereira. Ronaldo. A meccs egyetlen góljának szerzője, Jota, középen Danilo Pereira, de már nem tudja beadni Jota, hiszen lesen van a Liverpool szélsője. Varane. Dembélé küldi középre. Rendre kezdő volt a meccseken egyébként Ousmane Dembélé. Hát egyelőre nagyon nem tudta Deschampnak meghálálni a bizalmat, de hát ma itt a lehetőség Portugália ellen a 8-at döntőben. Hát ilyen állás szerint Argentin-Portugál meccs lesz a negyed döntőben, azaz egy Messi-Ronaldo csata. Mbappé közben jó labdát kap, és nincsen le, sem Mbappé emeli be, Rui Patricio, egyenlít Benzema! Ezt most Rui Patricio nézte el, 2 kapushiba és 2 fejes gól, a 2 csapat talán legjobb formában lévő, és egyben mondhatjuk aztán legértékesebb játékosától, noha Mbappé, aki a gólpaszt adja, talán ő még Benzemánál is jobban áll ilyen szempontból, de hát a gólokat, a házi góllövő listát nézve Benzema és Ronaldo a legeredményesebb portugál, valamint francia, és egy góllal hozzátesznek a góljaikhoz. Ronaldo a 6. gólját lőtte, Benzema pedig már a 4. ezen az EVB-n. Egyenlít Franciaország, és utólag Ronaldo egyébként kapott egy sárga lapot. De már 16-oson belül közben, mire ezt kimondom, nagy szólóban Ronaldo mellé gurítja. Azonnal visszaszerezhették volna a vezetést a portugálok. Benzema fejes góljával 1-1 tehát. Nigéria ellen dupla, Peru ellen egy gól, és Portugália ellen is egyelőre egy gól. Jota, fél időben 1-1 a portugál-francia. Nagyon nagy téma volt ugye a Real Madridnál Ronaldo távozása után az, hogy Benzema valószínűleg kilépett Ronaldo árnyékában, és ezért ez a nagyon jó teljesítménynél a Realnál. Hát most egymás ellen megmutathatják, mire képesek. Neves jött Oliveira helyére, egyébként Semedo pedig Pereirát váltotta. Nkunku pedig Griezmannt. Mbappé közben helyzetben már. Mbappé visszacselez, beteszi középre, ott a helyzet. Benzema fordul be, és Rui Patricio óriásit védett. Benzema megduplázhatta volna góljainak számát a mai meccsen. Egyelőre marad egy gólos, ahogyan ugye Ronaldo is. Benzema eladott labda. Aztán még egy. Griezmann pedig ma sem lő gólt, jön a helyre az az Nkunku, aki egyszer csereként bálva már lőtt gólt, méghozzá egy gyönyörű gólt Dánia ellen ugye az első csoportmeccsen, akkor azzal vezettek a franciák, ha Nkunku betalálna most, akkor megint vezetnének a franciák, csak most 2-1-re, nem 1-0-ra. Cancelo, Bruno Fernandes, hát egy kevésbé látványos gólnak, és szerintem örülnének Franciaországban most. González. Egyőre még annyira nem sikerült bizonyítani a Gonsalvesnek, de most megteheti Gonsalves még, be is tudja adni, ott a lehetőség, mellé rúgja Jota. A második nagy helyzete volt, vagy talán inkább az első, Lucas Hernandez, Loris. Kimpembe, hát nem unatkozunk ezen a portugál-francián, abban egyet érthetünk szerintem. Pogba, Benzema, hát ember legyen a talpán, akit jósolni tud a végkimenetelt illetően, hogy ki lesz majd az ellenfel az argentinoknak. Mbappé be is tudja adni. Benzema! Még az jó lehet a túloldalon, mondom én, de már kimegy. Úgyhogy nem lesz így ebből a helyzet. Ez volt a helyzet, amit most Benzema elpuskázott. Jön majd Bernardo Silva, a Manchester City játékos a Bruno Fernandes helyett. Bruno Fernandesnek nincs még gólja ezen a VB-n. Tény, hogy Bernardo Silvának sincs. Ugye csak Oliveira és Cancelo tudtak Ronaldon kívül gólt szerezni. Hát tegyük hozzá, nem azok a játékosok, akik mondjuk, ha nincsen Ronaldo, akkor ők az első számú gólfelelősök Portugáliánál. Kanté végezheti el a szabadrúgást a 63. percben. Varane csak beemeli. Benzema átveszi, Benzema! Rui Patricio megint!
A második félidőben ezeket a Benzema Rui Patricio párharcokat rendre a portugál kapus nyeri. Hát mondjuk a gólnál rendesen elnézte azért Mbappé beadását, valamit visszakapott a francia csapat Loris Bakia után, Guerreiro. De hát azért ott kellett lenni Ronaldónak és Benzemának is, dicsérjük inkább a két játékost. Két fejes góllal 1-1 a portugál-francia 8-at döntő egyelőre. Ruben Neves. Rui Patricioval ugye a Wolverhamptonban voltak csapattársak. Guerreiro. Beteszi középre, Jota veszi át és lő egy Jota, lepattan a labda Varane. Pogba fejeli fel az égbe, Danilo Pereira, ő is jól tovább, Bernardo Silva, Varane is elfekteti Kimpembe, aztán aki ment. Varane, rendkívül izgalmas meccs. Kérdés, marad-e az 1-1, és lesz a hosszabbítás, vagy esetleg büntetők ezen a meccsen. Az Argentina-Kolumbia meccs volt ugye az első 8-at döntő, az első 3-8-at döntőben, amely rendes játékidőben eldőlt. Ronaldo, még mindig ő, Ronaldo viszi tovább, és helyzetben kapufa, és kijön onnan a labda. Óriási szerencséje volt most a franciáknak. Bernardo Silva, őt meg Pavard kapcsolja le aztán, nem Mbappé. Fordulhatnak a franciák. Hát az argentin-kolumbiai meccs ugye 5-2 lett. Hát itt nagyon meglepődnénk, hogyha ez a meccs 5-2 lenne bárkinek is. Rendes játékidőben alig, ha lesz annyi. González. Bernardo Silva. Varane, kimegy a labda, ez viszont így szöglet lesz. Így van. Pont a portugál tábor előtt jön a portugál szurkolók hangja, hát ha egy fejes gólt, vagy valami kipattanót, vagy valahogyan be tudják kotorni az utolsó 10 percben azt a gólt, amivel akár Portugália kiejtheti a franciákat, a rendes világbajnokság címvédőjét, és ott lehet a negyed döntőben is meccselhet majd Argentínával az elődöntőért. Na nézzük, Diogo Jota a labda mögött, Guerreiro kéri kis szögletre, meg is kapja a Dortmund játékos, a Guerreiro elfekteti Benzemát, Guerreiro beljebb tolja, de Varannal szemben már nem bír el, és Mbappé elindul, és ez így kontra lehet a portugálok szögletébe. Mbappé, jön Nkunku, Nkunku gól! Fordít Franciaország! És megint Nkunku! Akárcsak Dánia ellen, most Portugália ellen is csereként válva lő egy győztes gólt. 2-1 a 82. percben vezet Franciaország most már. Fordítanak a franciák. A 83. percben megint Mbappé a gólpassz. Ezúttal Nkunku lövi a gólt. És jelenállás szerint Franciaország Argentína negyed döntő lesz, Portugália pedig kiesik. A portugál szögletből vittek végig jól egy kontrát a franciák. Nem marad 1-1 a végéig. 2-1 a 84. percben Franciaországnak. Bernardo Silva. Hát ez komoly ellenkontra volt. És komoly érvágás a portugáloknak. Mert ott reménykedtek a szögletnél, hátha. És aztán labdavesztés és egy kontragól. Sőt, Mbappé le is zárhatja a meccset Franciaország. 16-oson belül már, középre. Dembélé elől a mentés, Ruben Diástól szöglet. Hát a franciák ezzel szöglettel el lesznek majd. Nézzük, Dembélé, ő beadja. Méghozzá jól, Benzema, Rui Patricio megint. Hihetetlen, miket véd a második fél időben. Varane. Hát Benzema a legaktívabb francia. 2 perc a hosszabbítás, abból egy elmegy. Kanté, hát egyre biztosabb a francia negyed döntő. Még egy labdaszerzés portugál oldalon, González kicserezi Kimpembét, Cancelo, és engedi még a játékvezet, úgyhogy Portugália még jöhet egy támadással. Cancelo, jönnek vissza zárni a franciák, Cancelo adja be a labdát, Jota, Jota! Egyenlít Portugália a 95. percben. Hát ez valami elképesztő dráma itt a végén. 2-2. Hát honnan jöttek vissza a portugálok, és Diogo Jota az első gólját szerzi ezen az E-világbajnokságon. Itt jön a labda, megpattan egy francián, és így megy be a fejes. A 95. percben egyedik Portugália. Hihetetlen, Hernándezről megy be, Teo Hernándezről megy be. 2-2, kiegyenlít a portugál válogatott. És ezzel jön a 2x15 perc, Portugália megmenekült az utolsó pillanatban. Óriási dráma lett ennek a portugál-franciának a végén, de a ráadás meg csak most jön. Jön a 2x15 perc, tehát Rabiot helyett pedig Pogba jön. Cseréltek egyébként a franciák. Dias. Koundét pedig Kimpembe váltja. Egy újabb francia csere. Kettős csere francia oldalon. 2-2, tényleg gyakorlatilag egy perc választotta el Franciaországot a továbbítástól, és sikerült elherdálni az előnyt. Noha a portugáloknak valamit visszaadott a szerencse, ott azt az Nkunku volt megnézve, hiszen az meg ugye egy portugál szögletből a 83. percben jött. Pavard. Mbappé. Hát minket semleges szurkolókat, azt hiszem, hogy ez teljesen elszórakoztatott, és szerintem nem bánjuk egyik gólt sem. Pavard.
beközépre, szöglet. És hát az ilyen meccseknél nyugodtan jött a 2x15 perc, az ilyeneket sokáig elnézzük szívesen. Dembélé szöglete. Ott a fejes, megint Benzema, de ez is mellé. Érik Benzema második gólja. Rui Patricio, ez volt a hatodik kísérlete Benzemának. Ebből egy lett gól, Ronaldónak fele annyi volt, de ő is ugyanúgy egy gólos ma. Zsota. Hát ő a lehető legjobbkor szerezte a portugál válogatottban az első gólját ezen az EVB-n. Jó, Loris, ő meg elfejeli a labdát. Hát továbbra sem tudni, hogy ki lesz Argentina ellenfele negyed döntőben, de azért hamarosan majd kiderül, legfeljebb 11-es párbajban. Zsota. Zsota, neveslő. Lepattan a blokkról, mondom, hogy Zsotával ugye együtt játszottak a Wolverhamptonban. Most meg portugál szöglet, González a labda mögött. Guerreiro. Guerreiro elfektet mindenkit, még mindig ott van Luis lábbal. Ez nagy bravúr volt, Guerreiro okosan megcélosztott a rövid sarkot. 104. perc, kis szöglet megint, és megint Guerreiroval. Ebből már kaptak meg volt a portugálok, Varane elrúgja. Rabiot eladja. Hát nem így tervezett beállni a meccsbe a Juventus középpályás, egy perc a szabítás. Ronaldo, szép játék, kapja vissza! Ronaldo, Loris mit fogott, Koundé hiba! Gól! Megint vezet Portugália, Pedro González góljával, aki ugye megkapta a bizalmat Fernando Santostól erre a meccsre, és él vele, mert egyelőre az ő góljával áll továbbításra Portugália, 3-2. És a hosszabbítás megint hoz egy drámai fordulatot ezen a meccsen. Loris elsőre nagyot véd Ronaldóval szemben. Koundé hibázik, a két csere hibázott tulajdonképpen. Rabiot adta el a labdát, aztán Koundé még egyszer, abból meg gólt kapott a portugál válogatott, és Pedro González jó voltából Franciaország. 3-2 Portugáliának. Hát lesz gól a hosszabbításban is. És a franciák nem egyenlítenek negyed óra alatt, Portugália játszik Argentinával negyed döntőt. Hát mi történt a franciákkal? A 83. percben megszerezték a vezetést 2-1, és a 95. percben, mikor jött az a Zsota fejes, akkor omlott össze a francia csapat. És 1-2-ről nyakorlatilag a sírból visszahoz a Portugália már 3-2-re vezet és áll továbbításra. Hát az E-világbajnokság egyik, hanem a legjobb meccsét látjuk most. Na nézzük, lesz-e még egy francia feltámadás. Az utolsó negyed óra a Portugália-Franciaország meccsen, a Franciaország egyedi büntető párbajban dől a továbbítás sorsa. Az lenne igazán csak a ráadás, de azt ki kell egyenlíteni a Franciaországnak. Mbappé középen, Benzema. És hát most értékelődnek fel igazán Rui Patricio emberfeletti bravúriai. Naphatnak majd a franciák, Mbappé révén, Rabiot vissza Mbappéhoz, középen Benzema kéri, ott van Nkunku is, és megkapja aztán Danilo Pereira. Koundé, Kanté, Benzema, de hát újabb 5 percet nyertek ezzel a portugálok, sőt labdát is szereznek, Ruben Neves indul el, Ruben Neves sarokkal, jaj de szép váltás, Zsota! Szép támadás eddig, Zsota középen, Ronaldo, Zsota vezeti bejebb, Zsota még, Ronaldo fordul le, és gólt lő! 4-2, eldől minden! Cristiano Ronaldo duplázik Franciaország ellen, és egy gyönyörű gólt szerez Portugália, hiszen az egész támadás maga csodálatos volt. Neves sarkazásától elkezdve Zsota passzáig, Ronaldo befordulásáig. 4-2. Portugália eldönt mindent, Argentin-Portugál negyed döntő lesz, Franciaország kiesik a VB-ről, már a 8. döntőben. Tényleg elképesztő, ezt honnan bukták el a franciák. 113. perc. Ronaldo 7 gólos ezen az EVB-n. És így Portugália majd Argentinával találkozik a negyed döntőben. Ám lesz az sem semmi meccs. Argentina is jó formában, a portugálok meg valami emberfeletti továbbítással készülnek erre a meccsre, mert hát honnan jöttek fel a portugálok? Ronaldo, aztán újabb helyzet. Ronaldo lő, ott az ötödik! Hát most már minden bejön. Cristiano Ronaldo mester hármas lő. Az előző meccsén Dél-Koreának lőtt hármat, most meglő hármat Franciaországnak. 5-2. Teljesen szétestek a franciák. A 95. percben még vezettek 2-1-re, aztán végül 5-2-re kapnak ki. Most minden bejön a portugáloknak, egymás utánban rúgnak 4-et a franciáknak. 5-2. 3 gólos különbséggel esik ki Franciaország. Ezt ugye, amikor elkezdődött a 90 percben a 90. perc után a hosszabbítás, ezen nem sokan gondoltuk volna, hogy ez lesz, hogy 3-mal kapnak ki. És hát azok után, hogy Argentina 5-2-re nyerte a 8. döntőjét, tulajdonképpen Portugália is. Zsota, vagy ez 6-2 lesz, nem lesz 6-2, lefújja a játékvezető. Portugália óriási feltámadást mutatott,
és a torna egyik legjobb meccsén végül 5-2-re kiüti Franciaországot. Ronaldo 8 gólos egyelőre ezen az EVB-n, és Argentína ellen további gólokat szerezhet a Messi elleni párharcban. Portugália, Franciaország, tehát 5-2.